Már kora délután elkezdődött a felkészülés az esti mérkőzésre. Nem csak a sportolók, de a közvetítést biztosító stáb számára is. Telepítették a kamerákat, beüzemelték a közvetítésre szükséges berendezéseket, hogy 18 órától több százezer néző követhesse nyomon a ceglédi és az egri csapat összecsapását. Azt a mérkőzést, amely nagyon fontos mindkét csapat számára. A vendégek a cegléd előtt a hetedik helyen állnak a bajnoki tabellán két pont előnnyel. Így hazai győzelem esetén helyet cserélne a két gárda. Még mindig nehéz helyzetben van a CKKS-re, de hogy mennyire, arról Nagy Károly vezetőedzőt kérdezte a Ceglédi Sport internetes portál. A szakember úgy fogalmazott, a kapusok továbbra is olyan sérülésekkel játszanak, amikkel más nem nagyon lépne pályára. Bácon megsérült Radovics és Megyeri is kimaradt sérülés miatt. Kevesen maradtak. A vezetőedző hangsúlyozta, megpróbálják tisztességesen képviselni a ceglédi színeket, megverekszenek az ellenféllel, meglátják, mire lesz elég.